Ha nem sikerült önállóan megcsinálni a többi feladatot, mint ahogy kértem, akkor most gyorsan megmutatom, hogy hogy is fog ez működni. Először is kell még néhány esemény. Amikor más billentyűre kattintom, hogy természetesen nem így fogom megcsinálni, hanem duplikálom, és azt mondom, hogy a B billentyű, akkor legyen ez a hang, amit lejátszok, és ugyanazzal a tempóval. Sőt, legyen még egy, legyen ez a D billentyű megnyomása, és melyik hang, mondjuk a G. Innentől fogva, ja, bocsánat, nem B-t kéne, hanem S-et, mert az van ott egymás mellett. Sorry, ide S-et, ja, S, hol van az S? Itt van. S. Voilà, ennyi a zenei műveltsége. Tehát már is lejátszottuk 120-as tempóval. Tehát nagyon gyorsan tudok játszani. A tempóra azonban, hogyha rákattintok, akkor mond, Párizs beállítja, most itt duplán kell kattintani, 60-ra a tempót, hogyha most a billentyű... Nem tudok már olyan gyorsan zenélni ezzel, csak a 60-as tempóval. Na, hogyan tudom növelgetni? Nézzük meg a pluszt, tempó plusz, mi legyen? Hát akkor, amikor rákattintok, akkor a változó értékét növeljük. Tehát change tempo mondjuk 10-zel. Ez a plusz jel. A mínusz jel tempo mínusz, tehát a tempo mínusz sprite-ra. Amikor rákattintok, akkor változtassa meg change a tempó értékét mínusz 10-zel. Nézzük meg, hogy működik-e. Voilà. Működik. Ott látjátok, növeli, csökkenti a tempó. Nézzük meg, hogy ez használható-e. Tehát leveszem. Hiába nyomkodom, csökken. Tehát, ahogy kicseréltem a tempó értékét, abban a pillanatban billentyűzetem már csak nagyon lassan egymás után megszólalni. Ahogy megnövelem az értéket, szerintem olyan 120 már gyorsabban szól. Voilà. Ezek a billentyűk tehát belettek, vagy ezek a sprite-ok, ezek a szereplők tehát belettek állítva ehhez. Nincs más dolgod, mint hogy megcsináld a hangerő szabályzását a minta alapján.